Sziasztok! Szeretnék mesélni egy érdekes dolgot, ami velem történt nyáron, amikor nem voltam jól, és eléggé kilátástalannak éreztem a helyzetet, meg gyógyszereket is szedtem, amiket éreztem már nyáron is, hogy nekem nem kellett volna szednem. Tehát ilyen pszichiátriai gyógyszereket, amit még egy évvel ezelőtt írt fel az orvos, nagyon érződött rajta, hogy nem szívesen írja fel, hiszen évek óta éltem enélkül, de felírta, hogy nyugodtabbak legyenek a napjaim, meg nem tudtam akkoriban aludni, meg tényleg nagyon kivoltam. És nyáron éreztem, hogy nem velem van a baj. És pakoláztam, rendet raktam, igyekeztem valahogy visszatalálni önmagamhoz. És amikor augusztusban elkezdtem itt a lakásban is magam körül rendet rakni, mert én mindig azt érzem, hogy ha körülöttem rend van, akkor bennem is könnyebben van rend, és akkor jobban érzem magam. És akkor augusztusban előkerült ez a régi évértékelőm. Year Compass. Az a baj, hogy sajnos nem tudom a selfie kamerát megfordítani, így fordítva lesz egy kicsit. Az a lényeg, hogy ezt az internetről le lehet tölteni, előtted az év, 2018 lezárása, és 2019 megnyitása. Tehát ezt több mint 3 évvel ezelőtt írtam, mikor kezdődött 2019. Tehát akkor már 4 éve. És átolvastam, hogy én hogy zártam le a 2018-as évet. És arra jöttem rá, hogy én 2018-ban rengeteget fejlődtem, nagyon kevés gyógyszert szedtem, csak a legszükségesebb antiepileptikumokat, és persze megvolt a tinnitusom, voltak azok a krónikus problémáim, amik amúgy is vannak részben az öregedéssel, meg részben attól, mert több mint 30 éve vagyok krónikus beteg, és ugye gyógyszerkombinációt szedek, ami már önmagában megváltoztatja az ember állapotát. Na, a lényeg az, hogy olvastam ezt a 2018-as beszámolót, és arra jöttem rá, hogy milyen jól ment nekünk, milyen jól voltam, milyen aktív és tudatos életet tudtam élni, és mennyi minden tervem volt, és nagyon ügyesen menedzseltem az életemet, és éppen kezdtem feldolgozni a kisfiam édesapjától való elvállást, tehát akkor készültem a bírósági tárgyalásra, és hát ezt ugye egy ilyen lelki elvállásnak és feldolgozásnak kellett megelőznie, és én azt nagyon ügyesen és tudatosan csináltam. És itt néztem végig, hogy nyaraltam a kisfiammal, meg szóval én nagyon, nagyon jó programokat csináltam, és ő is jól haladt, és nagyon sok mindent el tudtam engedni 2018-ban, meg úgy lezárni. Természetesen voltak olyan gyerekkori traumáim, amik jól el voltak ásva, és 2019 őszén kerültek elő, de sajnos 2019 végén nem csináltam ilyen évlezárást. Sajnos akkor annyi minden volt az életemben 2019 végén, egyrészt lett egy új szereplő is az életemben, másrészt meg az ő teljes családja, meg csomagja. Tehát annyi minden volt, hogy nem igazán tudtam magammal foglalkozni, és nem igazán tudtam tudatos lenni. Tehát még azt is abba hagytam, hogy én tudatosan tervezzem a pénzügyeimet, majd erről is lesz egy videó, hogy én azt hogy működtetem, mert szerintem aki még nem úgy csinálja, annak érdemes meggondolni, hát ha hasznos, mert ha nekem fiatal koromban, tehát ilyen 10-20 éves koromban valaki mutatott volna egy ilyen módszert, akkor én tökre örültem volna, bár tudom, hogy most már kismillió pénzbeosztási módszer van a neten, de hát ha valakinek pont az fog tetszeni, amit én csinálok, mert mondjuk szintén olyan nagyon kevés
keveset kell beosztania. Na, a lényeg az, hogy 2019-ben nem csináltam ilyen évértékelőt, és akkor belegondoltam nyáron, hogyha én 2019-ben csináltam volna egy ilyen évértékelőt, és egy 2020-as évtervezőt, COVID ide vagy oda, tehát most felejtsük el a COVID-ot, most csak az én életem volt, akkor valószínűleg teljesen más irányt vettek volna a dolgaim. Csak sajnos, amikor az ember elereszti a tudatosságot, és elhiszi, hogy gyámolításra szorul, és beteg, és nem él meg maga, meg szóval olyan dolgokat elhisz, amit tulajdonképpen azt látom 2018-ban, meg 2019 tervezve, hogy ezek ilyen nem tudom, ilyen agyszökkenyek voltak, tehát így nem is tudom. Tehát elhittem, mert sajnos ilyen befolyásolható voltam, mert egy nagyon érzékeny életszakaszban voltam éppen egy válás közepén, és nagyon hihetetlenül egyedül éreztem magam, meg így, szóval voltak bennem ilyen félelmek, és akkor valahogy jól esett, hogy esetleg valami stabilitást adhat, ami bár voltak ilyen belső érzéseim, hogy nem biztos, hogy működni fog, meg az egésznek a kezdete olyan furcsa, de volt bennem egy ilyen remény, hogy hát alakulhat ez jól is. És valóban voltak nagyon, nagyon jó dolgok, nagyon pozitív dolgok, meg rengeteget tanultam, de a legnagyobb tanulás nekem az volt, mikor augusztusban előkerült ez a 2018-as hírkompassz, és abban megláttam magam, hogy jé, én nem egy ilyen kis nyuszika vagyok, akit így kísérgetni kell, meg csinálni itt a dolgokat körülötte, így bűvészkedni, meg varázsolni, meg mit tudom én, tehát így hagyjuk már. Így rájöttem, hogy én egy ilyen tök jó irányba haladtam, és bár voltak előnyei a 2019 őszétől 2022 őszéig tartó 3 évnek, mert jobban meg tudtam nyílni a saját gyerekkorom felé, de valószínűleg az megtörtént volna akkor is, hogyha az én tempomban, ugye eleve a filmem digitalizálásával tudtam teljes mértékben szembenézni a 15 éves önmagammal. De mindegy, az a lényeg, hogy megláttam a nyírkompászba, és ezért ajánlom mindenkinek, hogy csináljon nyírkompászt. Lehet, hogy nem minden évben kell, bár elég bátor vállalkozás volt a részemről, hogy kihagytam a 2019-est, de így meg lett egy olyan csomó élményem, ami olyan személyes tapasztalatokkal ruházott fel, amit lehet, hogy nem tudtam volna megszerezni, hogy a 2019-ben nagyon tudatosan lezárom az évemet, elgondolkozom a dolgaimon, és utána új lapot nyitok, és terveim vannak. Tehát én 2020-ra úgy mentem, 20-nak úgy mentem neki, hogy nem volt semmi tervem, csak be volt nekem lengetve, hogy lesz egy nagy világjárvány, készüljek fel. Tehát egy ilyen alapszorongással mentem neki, és már ez így meghozta a gyümölcsét. A másik meg, hogy itt megtaláltam a 2018-as évlezárásban egy nagyon érdekes részt. Pillanat, mindjárt mutatom. Vagyis felolvasom, mert fordítva mutatja a kamera. Ja, ez az elmúlt év. Ugye, mert ez az évértékelő, ez két részből áll. Az első az elmúlt év, és a következő az eljövendő év, és akkor vagyis az előtted az év. És az elmúlt év részben ott arról van szó, hogy foglaljuk össze az elmúlt évünket. És az előtted az év részben pedig arról van szó, hogy mit tervezünk a következő évre. Pillanat, és nem kell az egészet megírni, tehát így saját fogalmazással, hanem így segítségnek föltesznek ilyen kérdéseket. És volt itt egy olyan dolog, ami nekem így nagyon feltűnt. Tehát 2019, az előbb meg volt, csak itt több minden is volt. Tehát 2019-ben azt terveztem, tehát 2019-re, azt terveztem 2018-ra, hogy erre a három dologra lesz
lesz erőm nemet mondani. Legális drogok, cigi, alkohol, nyugi bogyók, édességek, lustaság, túl sok internet. És jó, hát a túl sok internet az egy kicsit ilyen egyénfüggő, hogy kinek mi a túl sok. Van, akinek már az is túl sok, hogy megnéz két YouTube videót egy nap, vagy pörgeti a Facebookot egy órán keresztül, és ráír az ismerőseire, lájkol, stb. Ott van, jelen van. Van, akinek meg az se sok, hogy egy csomó minden egyébre használja a netet, mitől hirdeti a termékeit, vezeti a vlogját, a blogját, a nem tudom mihét, tehát nagyon sok mindent lehet csinálni az interneten. De valóban az online időt lehet korlátozni, és én nagyon törekedtem akkor arra, mert éreztem, hogy nagyon elszaladt velem a ló, mert tényleg van olyan online idő, ami teljesen haszontalan. Tehát amikor YouTube shortsokat néz az ember orvérzésig, az teljesen haszontalan, mert csak így kábítja az agyát, és igazából nem jegyzi meg, hogy miket nézett. Na de itt van az, hogy legális drogok, cigi, alkohol. És akkor belegondoltam, hogy nekem a 2019-es évemben már ugye benne volt egy kis sörözés. Igaz, hogy 0,4%-os sör, de így utólag, mikor beszélgettem erről a neurológusommal, akkor azt mondta, hogy hát azt nem kellett volna. És persze aztán 2020 elején, ugye, hogyha ezt elővettem volna 2019 végén, akkor már akkor föltűnt volna, hogy hova indultam, tehát milyen rossz irányba megyek. És 2020 elején akkor rágyújtottam. Több év óta először. 2017-ben tettem le a cigit. Gondoltam, hogy 40 évesen már nem fogok cigizni, elfüstölni a pénzemet, és ráadásul nincs is olyan sok, és az egészségembe kárt tenni. És akkor nem cigiztem, és 2020-ba gyújtottam el először, és azt a cigit egy olyan személy adta, aki engem szeretett. Azt mondta, hogy szeret. De utólag így belegondoltam, hogy ha én valakit szeretek, és tudom, hogy neki ez egy komoly probléma, egy függés, ez a nikotin, és nagyon sokat küzdött vele évekig, akkor nem adok neki cigit, nem járulok hozzá, hogy visszaszokjon, mert az, hogy valaki leszokik, tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy nem lesz dohányos soha többet, az olyan, mint a száraz alkesz, az egy füstmentes dohányos. És ugyanúgy triggereli a cigiszag meg a nikotin. Tehát, hogyha adsz egy száraz alkesznek egy kis alkoholt, akkor nagyon nagy az esélye, hogy visszakattan rá. Ugyanígy van a cigivel. Én számtalanszor visszaszoktam, és már nem akartam, és elkerültem ezt. És most megint leszoktam egyébként, most 2022. augusztusában, amikor elkezdtem rendet rakni az életemben, és akkor persze megkaptam az illető személytől, aki lelkesen cigizik, és aki annó megkínált engem, hogy hát ne legyek már olyan szentike, ne legyek jobb, mint ő. De én igazából nem versenyezek senkivel, én saját magamnak akarok jót. Úgyhogy már ezen elgondolkoztam augusztusban, meg itt van az, hogy nyugi bogyók. Ugye 2021 őszén engem így visszaszoktattak a nyugi bogyókra. Igazából egy olyan állapotban, amiből kijöttem volna akkor, hogyha egy kicsit kevesebb stressz van jelen az életemben, és kicsit több a nyugalom, meg a, szóval, hogy mondjam, a pihenés, meg a mindennapos kis apró drámák nem kellettek volna, és akkor én jól lettem volna. De ezt már lezártam, csak azért mondom el, hogy ez tűnt nekem fel 2022. augusztusában, és ezért örültem nagyon, hogy előkerült ez a 2018 szilveszterén megírt évlezáró, mert egyszerűen csak láttam belőle, hogy hát tök ügyesen csináltam a dolgaimat, és az a lényeg, hogy amit tervezel az új évre, azt ne csak leírd, és utána elfelejtsd, hanem érdemes ezt megjegyezni, vagy fölírni valahova, lefényképezni, és elővenni minden hónap végén, és végig gondolni, hogy milyen volt a hónapod. És persze biztos vannak emberek, akik így azt mondják, hogy úristen, hát így nem lehet élvezni az életet, hát ez túl,
túl betervezett, túl akármi, de nem, igazából emellett lehet élvezni az életet, mert az, hogy az ember azért odafigyel az irányra, ahova megy, az nem jelenti azt, hogy közben nincsenek kellemes megállók. És én nagyon nagy hibát követtem el, mikor ezt az irányt, ezt a tudatos, tervezős, értékelős irányt abba hagytam, mert akkor csúsztam be egy olyan helyzetbe, ami tulajdonképpen vállalhatatlan volt, így utólag nézve, meg már akkor is, de volt bennem egy olyan remény, hogy talán mégis van rá magyarázat, hogy miért történtek úgy a dolgok. Amúgy persze biztos van, és semmi sincs ok nélkül, és minden a jó Isten kezébe van. Tehát nem mi irányítjuk teljes mértékben az életünket, akármilyen tudatosak vagyunk, de nekem ez nagyon sokat segített, hogy ezt a régi gyerkompászt elővettem. Nekem ez volt a felállásnak a kezdete, amikor rájöttem, hogy hát egyszerűen csak abba kell hagyni azt, amit elrontottam, és vissza kell térnem ebbe a kerékvágásba. És nagyon jó érzés volt, hogy nekem volt egy ilyen kerékvágásom, nekem volt egy ilyen sinem. Tulajdonképpen én egy sinen haladtam, egy úton haladtam, amiről letértem. Valahogy így megálltam szagolgatni virágokat, meg simogatni kóbormacskákat, vagy nem tudom, amiket az ember így csinál útközben, és elfelejtettem, hogy milyen cél felé megyek. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok a húgomnak, aki az egyik húgomnak, aki ezt nekem ajánlotta, mert ez egy fantasztikus dolog volt, tehát ez engem megmentett a nyáron. És most megcsináltam újra, de arról majd egy következő videóban fogok beszámolni. Sziasztok!